Hello, sziasztok! Megint csinálunk itt egy kis GMR-ezést. Nézzünk még munkákat, hogy lássa a kezdő, hogy miből lehet itt élni és miből nem. Én most a bányára gondoltam, hogy egy klasszik RP-s kezdet az ember, hogy bányász lesz. Megnézzük, hogy milyen a bányász munka GMR-en. Fingom sincs, soha nem láttam senkinél. Nem jártam utána. Egyszerűen elmegyünk, elveszünk ezt a munkót, azt megpróbáljuk kútfőből segítség nélkül kivitelezni. Aztán lehet, hogy szög egyenes bánya meló van GMR-en, én nem tudom. De annyira egyenes, akkor nem csináljuk túl sokáig, hogy ne menjen vele az idő, hanem akkor majd lehet, hogy még belenézünk másba is. Meglátjuk. Van egy kevés időnk. Hát, ha kiadja, fog derülni. Azért töltögeti egy ideig a szervert, úgy látom azért. Waiting script. Valahol az étel, ital jelző alatt. Hopp! Úgy ott ugrott egyet a textúra, elég fura volt. Úgyhogy most akkor kiveszük a gépjárművünket. A garázsból hogy állunk itt? Dolgokkal van még menünk, mindenféle kajánk még van, úgyhogy nincs para. Kis kodánkat magunkhoz vesszük a bácsitól. Na, kérjük le. És akkor munkahogyba felvesszük a bányamelót. Az őrült kodánkkal nekivágunk a feladatnak. Nem van valaki itt az én fülem szerintem. Azt mondják, közben eszközöljük. Aha, így már sokkal jobban hallom a játékot. Nincsenek sokan ma sem a városban, így pedig most nem délelőtt van. Már délután. Nem tudom, mikor van restart GMR-en. Annak se jártam utána sajnos. Úgyhogy lehet, hogy baj lesz. Meglátjuk. Ha van, aki gyorsabban megy, mint a Skoda. Úgy látom. Hopp, a kulcsot. Minden alkalommal magamhoz kell venni a kulcsot? Hát úgy tűnik, minden alkalommal magamhoz kell venni a kulcsot. Na, tehát akkor a bánya. Nézzük, ez hogy működik. És mint. Nem tudom. Munka felvétele, favágó bányász. Ez sikerült is. Nézzük a történetet, mit ad. Azt mondja, hogy térkép. Ez itt mi? Vas. Jó, itt vannak az eladók. Igen, jó, de valahol kéne legyen egy öltöző. Meg is találtuk elsőre. Ez mit csinál? Most elmegyünk a bányász öltözőhöz. Ez nem tudom, mit kering itt, mint gólyafos a levegőbe 200-al, de biztos, hogy telibe fog trafálni, ha nem vigyázok, úgyhogy hadd menjen. Meg se néztük, mekkora csomója van ennek a Skodának. Üzemanyag szintje az ott az. Félig van üzemanyaggal, jól látom. UEQF210. Horvát rendszer van a Skodának? Most látom. Akkor lehet, hogy ez nem is a rendszám az autónak, hanem ez a modellen ez van, az csókolom. Megképzelhető. Majd ha látunk ilyen Skodát még akkor. És itt máshogy fordul, mint a sportkocsik.
Na nézzük akkor, hogy van a klasszik bányász munka. Itt van egy garázs. De jó. Hát akkor oda le is tároljuk a Skodát, hogy ne legyen itt parlagon. Valahol itt kell kocsit leparkolni. Ott. Oké. Itt van szemben a bányász öltöző. Ez egy pozitívum. De hol? Ott. Aha. Igen, ott fönt szerintem az lesz az öltöző. Munkás ruha. Szerintem minden bányász így néz ki a földön, úgyhogy rendben vagyunk. Gondolom itt kell. És ez kaució 100 eurós. Oké, okay. Ez a kocsi. Na most mi a feladat? Ez mi? Olvasztó rész. Azt mondja, hogy kő, mosott kő. Kő. Ide kell menni követ. És ez mi? Ott a mosás. Ott mi? Ott van valami víz. Nem mindegy, ez lehet a bánya ezek szerint. Erre tudok itt kimenni. Mondjuk erre. Na, akkor bekapcsoljuk a... Ja, itt nem így kell bekapcsolni, hanem így a biztonsági jöve. A B-vel leállította a motort, semmi baj. Tehát... Kicsit ez Nightfall-os. Azt hiszem ott voltak ilyen pick-up jellegű... De gondolom, hogy akkor ez egy CP-s bányászat lesz. Na, nézzük meg, hát mi bajunk lehet, nem? Én lesz egy ilyen izé, bányász tutorial per GMR. Ez fog történni akkor. Jaj, ez egy hátul vissza. Másik legkeletibb autópályán, úgy látom. Azt hiszem ez oda visz. Karin. Tudom, működik. Többi nem számít. Nem tudom, vannak-e... Vannak trafipaxok a GMR szerveren? Ki fog derülni. Egyszer. Négy kilométer a kőfejtő. Nézzük így egy körbe, mennyi pénz lehet a bányász. Gondolom, hogy ez az egy kicsit több pénz kell legyen, mert... Mert hát ez egy sokkal több időt viszel. Követ kell fejteni, mosni. Aztán olvasztani. És aztán még el is kell adogatni a városba, ha el akarom, ugye? Hát ugye azt nem néztem meg, hogy mondjuk a hirdetési felületek keresnek-e nyersanyagot, mert akkor nyilván jobban lehetne értékesíteni a csomagtartóból, mint a hivatalos leadóban, de nem biztos, hogy itt így működik a rendszer. Ennyi fa van ide be mappolva, kérem alássan. Áramelosztó az gyári. Mi a pöcsöm? Ez mi ott? Ja, az ott egy szétszerelt szélkerék. Lehet, hogy másik szerveren... Lehet, hogy az... Nincs benne? Én erre nem is emlékszem. De mindjárt ott vagyunk már. Másfél kilométer. És azt még mindig nem néztem meg, hogy GMR-en túlhatók-e a kukák. Majd, hogyha egy kuka szembe jön, majd megnézem most, ha nem felejtem el. Dinoszauruszos benzinkút. Itt föl kell menni. Erre. Nem nyílik föl. Akkor törjük. Hát. Nem tudom, melyik bányarendszer lesz itt. Mindjárt kiderül. Remélem, hogy a bányász eszközöket nem kell külön megvenni valahol, amit ugye elfelejtettem, és ezért mehetek vissza a városba. Az egy elég nagy szopó lesz. Nem arra!
erre. Hopp, itt meg erre. Oda le. És be is sötétedett a legjobb ilyen korbánya. Hopp. Hova akar vinni? Szerintem rossz helyre mutat ez a spawn point. Na mindegy, kiszállunk. Bezárjuk, aztán megnézzük, hogy mi van itt. Mi a kurva anyád van? Kocsiba esetleg? Na, ebbe fut bele az amatőr akkor ezek szerint. Egy darab mosott kő van a csomagtartómban. Viszont szerszámok nincsenek sehol. Nem is árulja és senki ezek szerint itt a mosott kő, vagy a szerszámot. Na, akkor térkép. Térkép, etáj. Vasrész, olvasztó, gyémánt, bányász, öltöző. Kő, mosott kő, arany, eladó. Igen, az nem, akkor itt nem az van. Boltok, nem hiszem, hogy boltban lenne. Izébolt az nincsen. Ilyen műszaki bolt, hogy van, és ott kellett volna megnézni, vajon? Egy fodrászat, légijármű, horgászbolt, hajókereskedés, lefoglaltak. Igen, útjike a... Lehet, hogy ott lesz. Hát ez van közel, szerintem menjünk oda és nézzük meg. Esküszöm, nem tudom. Mondjuk IKEA-ba bútorokat árulnak, de ha nem, akkor ott van visszafelé bolt, azt is megnézzük, ha meg az se, akkor jó, beszoptuk a faszt ezzel a bányászmelóval. Ugye, hogy ne nagyon problémázzunk, majd akkor ránézek, hogy a Discordon van-e munka segítség. Azt hiszem van. Ez egy terepjáró, ugye? Tehát ez így most nem NRK. De nem ám. Mondom, kéne nekünk csákány, vagy kalapács, vagy véső, vagy fúró. Megnézzük, mit árulnak a mutyikeában. Hopp! Megjöttünk. Nem rossz ez, hogy kétszer kell nyomni. Mert mintha nem rossz, csak nekem nem ez a szokás. Ott áll egy ember, szakálla, mint kedder. Hogy oda megyünk hozzá. Megnézzük, hogy ő mit árul. Háhá! Csákány! Hát az, 250? Fogadjunk, nincs nálunk pénz. Nincs, hát bazd meg. Azt mondja, hogy cement nem fog nekünk kell, multiméter biztos, hogy nem kell. Vontóenzim nem kell, metszióló biztos nem kell, ásó nem kell. Kalapács és fejsze. Nem tudom, ezek mire jók. A fejsze gondolom kell a favágóra. Na most, van-e itt automata? Nyilván nincs. Vissza kell mennünk a bolthoz. Ki kell mennünk
eurót, ha van, ugye? Már pedig azt hiszem van. Akkor... Elősnek legalább ez nincs messze. Kiveszünk pénzt. Nem is tudom, mennyi van nálunk. Ja, azt nem látod, csak itt, hogy van nálunk. De volt nálunk 453. Akkor miért nem tudtam venni? Háló? Most ha megnézem. Jó van. Megnézem már bolt kínálatát, ha már ide jöttünk. 100-as zsepi, oké, kenyér, chips, piros díszek, sárga díszek. Ezek ilyen karácsonyi. Van bent szerencsesütét, cigi, divar. Hopp, jött valaki a benzinkútra. Jó estét! Na, de akkor miért nem tudtam megvenni a cuccot az IKEA-ban? Mi volt a probléma? Óder? De nem vettem meg, baszod. Halló? Na. Egy darab csákány. Nem veszi meg. Mi a baj? Kaptál. Oh, akkor csak a gyors slotra nem lehet ráhúzni ezek szerint. Na hát akkor nézzük meg, hogy egy csákánya meddig jutunk. Remélem nem kopik, mint a szar. Megvette, csak oda nem tudtam ráhúzni valamiért. Másikra kellett ráhúzni. Csináljuk a dolgokat. Remélem nem jön vonat. De bocsássa meg a világ, nekem nincs kedve most újra körbe menni. Igen. Viszont itt a másik irányba. Na, gyerünk akkor. Nézzük meg, hogy tudunk-e már vésni. És a kőmosóhoz remélem nem kell majd mosószer, bazd meg. Vagyunk, azt mondja, hogy itt, erre, így, itt, erre, igen, nézzük akkor, adok a melónak. És mi lett? Egy kő. Az igen. Adjunk a melónak. Szóval ezt kell csinálnie. 250 dolláros befektetés a csákány. Azt nem írja ki, hogy kapod a követ érdekes módon. Vagy csak én nem láttam. Valahol írta, hogy ja, ott jobb oldalt alul írja, ugye szöveges. Ugye megnézzük. Ja, plusz egy stone, ja. Vajon mennyi fél el? Ugye, az a kérdés. Mert hogy az inventory már 22 kiló van benne 4 kővel. Talán még egy elfér, de már lehet az se. Nézzük, ó, ez akkor nem lesz hosszú ez a meló, így. Csomagtartónak nincs, ja de ott van 125 kiló. Akkor ez igazából, csak nem egyesével kéne, de most már így csináljuk.
Ja. 20 kiló van a csomiban. Hát mennyit vegyünk magunkhoz? Töltsük meg a csomag, egy tele csomagtartót nézzünk meg akkor? Gondolom én. Ugye az erőlétem az megy, mint az állat fölfele. Idő után olyan erős leszek, szétütök mindenkit a városba. Mert ugye olyan vagyok. Hát ez nem is olyan kő. Ú, de így a sötétbe bazd meg alig látom, hogy hol vannak olyan kövek. Ez olyan kő. Na, hát gyerekek, ez most így egy kicsit ilyen. Addig rá tudtok nyomni a feliratkozás gombra, meg hasonló, tudtok pénzt küldeni, akartok persze bátran. Szerintem nem is fér el több nálunk megint. Ezek olyan lassúak ezek a dolgok egyébként, például ez a csomagtartó nyitás, én nem tudom miért. Na már 36 kiló van a csomagtartóban. Akkor kopácsoljunk tovább. 4 kilós egy kő, ha jól számolom. Habár ugye ott van egy mosott kő. Ja, de akkor pont azért 4 kilós, bocsi. Az is 4 kilós, tehát egy az egybe van a kő, tehát a mosásnál figyelni kell, hogy legyen hely az inventoriba. Mert gondolom nem először kiveszi, hanem... Igen. Lassan ennünk és indunk is kell, úgy látom, mert minden egyes kőzúzásnál növekszik az előlétünk, ez nem olyan rossz azért. Nem tudom, hogy ezen a szerveren ez számít-e. A skill rendszer hogy áll, mint áll itt. Megint négy van, bazd meg. Jó, csak egyedül vagyok itt és nincs az, hogy itt a kocsikon kell itt. A helyen kell osztozkodni. 52 kiló. Igen. Meg lesz ez gyorsan. Egyébként van a kis csákányos kitérő nélkül úgy a stream hosszából majd tudni fogjuk, hogy nagyjából mennyi ez a meló és mennyit hoz a kasszára. Nyilván nem egy stream barát vagy videóbarát meló ez, csak hogy ki akartam próbálni, hogy lássuk az arányokat, hogy hogy lehet gazdagodni itt az ember munkásnak áll GMR-en. Jók a fények. Jaja. Hol egy kő? Ele a puttony komáma, szondja. Tele a puttony komám. Ott van 8 kiló. Nézzük, mikor lesz meg a 125. Utána azt az egy mosott követ ajándéknak vesszük azért, hogy nem tudtuk, hogy csákányt kell vásárolni. Mi baja van, hogy 26-szor is kirakja ezt az üzenetet? Tele a puttony komám, azt mondja. Micsoda szövegek vannak itt, kérem a lassan.
Kapja oda neki. Én ha most látom, hogy hogy van a felirat is, hogy az E betű helyén van az E betű. Ilyen RP-sen. Kapja oda neki. Érted? Tele a puttony komám. Hát ez jó szar, hogy ilyen szűkös az inventory. Olyan az erőlétünktől növekszik amúgy? Jelenleg fix 25 kiló szerintem. Lehet, hogy kéne táska, mi? Oho, lehet, hogy kéne táska. 84 kiló. Erre nem is gondoltam. Na hát mindegy, majd ezt is megnézzük, hogy kell-e táska. Üvel, hogy jó-e bármire? Ez lesz azt hiszem megint az utolsó, hogy tele legyen a puttonykomám. Super. Kivilágosodik, mire befejezzük. De hogy miért ilyen lassan nyílik a csomagtartó, ez miért jó? 100 kiló. Na, még 5-öt. Tehát most egy 4-est, meg 3-at a zsebünkbe. Úgy kell csinálni a dolgot szerintem, és akkor jók vagyunk, annyi elég lesz. Hol egy kő? 2. Negyedik. Az. Ezt még a csomóba, azt hiszem most lesz akkor 100 kiló, vagy 120 kiló. Nem, 116. Így van, akkor még tudunk berakni 2-t a csomóba. 1. Megasztott. Hejhaj. Ezt a 2-t akkor még a csomó, ugye van benne egy mosott, azt ne felejtsük. Tudod mit? Nem is veszünk magunkhoz, hogy ne legyen abból gond, hogy kibe kell cserélgetni. Akkor legyen 30... ja, jó vannak. Legyen 30 a csomiba. Ne legyen nálunk semmi. Mert akkor ugye, hogyha ott a mosónál ez máshogy veszi ki, meg teszi, akkor le kell raknunk a földre. Vagy nem is tudom, itt le lehet-e rakni a földre. Na, akkor a mosó... Hova jelölte? Ide, de hogy lehet ott? Mi van, egy tálmel kell kimosni a követ? Nem megy föl. Nehogy már körbe menjünk. Ez az. Odaértünk, eszünk, mert hűha van. Hűha van már lassan.
utána még az olvasztó és az értékesítés lesz majd. Mennünk kell itt azért egy ideig. Van itt egy garázs, bankbolt, ott egy öltözőruha volt, ott másik oldalon is egy bolt, hát ezek itt vannak. Az milyen autó? Mi az a kis teherautó? Vajon mit csinál erre felé? Itt lehet, hogy a favágás se paletóban van amúgy. Nem tudom, na mindegy, ide jövünk mosni. Kár is volt azt a négyet beraknom a csomiba, igaz? Várjál itt egy kicsit. Mindjárt mit csinálunk itt. Így. Egy az, hogyha jön valaki, akkor elfér. Na most akkor négy fér el nálunk. Négyesével fogunk mosni. Nem tudunk a gyors slotra akármit ráhúzni. Így mosom a követ? Az igen. Na, úgy jössenk, mosom én a követ. Jó, hát ez is egy izgalmas pontja a dolognak. Úgy tűnik. Valamit még kaptam. Oké. Mit kaptam én még? Szenet? Azta. Ja, nem az E. Ezek megnyomtam az E betűt a csomagtartó megnyitásához. Oké, tehát van mosott kövünk 4. A nullára nem viszi át a... Nem bazd meg, be kell írni. Akkor kell nekünk 4 kő. Itt mosogatjuk. Ez a jó, nem kell elmozdulnunk. Van akkor a hatóköre a CP-nek. Vajon mit tudok kezdeni a szénnel? Csak mosott köveket kapok. Jó. Oké. Nyomjuk tovább. Mosott kő. Mosott kő. Nincs nálam több. Ha már kimostuk mind a négyet. Na, mindjárt kész vagyok. Nem olyan sűrűn adogatja azért a mosott köveken. Vagy a szenet. Nem tudom, hogy ez értéke. Vagy lehet, hogy kell valami crafthoz valakinek. Vagy abból lesz a gyémánt. Ezek a mosott kőből csak ércek lesznek, és a szénből lesz a gyémánt. Ott is kaptunk. Jó van. Jó, tehát 4 mosott kő, és mennyit kaptunk szénből? Most csak egyet. Az már bizony 3. Jaj, bazd meg, becsuktam a csomagtartót! Ami egyébként is geci lassú. Ott
10. Szerintem akkor az a gyémánthoz lesz, és ezt ugyanúgy ki lehet a kóhóban égetni majd valószínűleg. Azt meg minden alkalommal ki kell majd rohangálni a kocsihoz, tökön szúrom magam, az biztos. Jó. Már pedig. Kicsit. Kicsit lett csak... kevesebb súly a csomagtartóban, sajnos nem tudok egyszerre többen majd be a kohóhoz, ha csak nem a kültéri a kohó is. Nem lehet tudni, érted? Igen. Oké. Van 25. Ebből tudja, hogy lesz szén. Figyelj, ebből tudja, hogy lesz szén. Azóta se ettem. Vagy nem. Ugye lehet, hogy nem lesz. Egyelőre nem. Na, megint nem kaptunk szenet. Szerintem valamit nem jól csinálok, lehet, hogy a táska segítene ezen, de... Na még ezt a kettőt akkor megmosomosogatjuk itt. El se tesszük utána. Na, és akkor most van két mosott kövem. Viszont van még 14 kiló helyem. Hogy azt csináljuk, hogy... Ja, várja már, nem. Bocsánat, rosszul csináltam. Azt mondja, hogy mosott kőből áttesszük az összes szenet. Röbünkbe. És akkor mosott kőből mi... Jaj, bázd meg! Baszom. Semmi gond. Ott kőből meg még annyit, hogy tele legyünk, de tele is vagyunk, tehát 4-es a szén. Na, ígyni. Az olvasztó pedig itt van, szerintem az a mindenkori olvasztó. Hopp, ácsi. Na most jó vagyunk lakva. Úgyhogy most akkor tépünk az olvasztóba. Megint nem néztem meg a kukákat. Kőből lehet arany, meg bármi más. És szerintem az azért van szén, hogy a gyémánt. Ez a jutalom tulajdonképpen a drágább dolog. Nekem van 3 szenem, úgyhogy... Lehet, hogy már most kurvára megérte az egész. E? Lehet, hogy már. 250 volt a csákány, azt ugye ne felejtsük el, plusz az idő, amit beleölünk. Tehát, hogy ez vagy kurva jó fizet, vagy nem fogunk többet bányászni. Ezek az elképzeléseim vannak a világról jelenleg. Itt van marad a csomagtartó, most látom. Na gyerünk! Mindjárt ott vagyunk a olvaszt égelybe.
kicsit lelassítunk már, mint hogyha kurva nagy forgalom lenne ebben a városban most jelenleg. Ja, de akkor azt elmondhatjuk, hogy egy épkézláb gondolatmenettel rendelkező kezdőjátékos azért meg tudja fejteni a bányászat rejtelmeit egyedül, segítség nélkül. Sőt, hát eddig minden munkát tulajdonképpen meg tudtunk logikázni, hát nem mondom, hogy kezdő RP-sként, csak hogy esetleg kezdő GMR-esként. Júj! Júj! Várj, az hol van? Az úgy van, hogy nem úgy kell menni, ahogy ő mutatja, hanem ez az az olvasztó, ami minden szerveren az olvasztó, tehát itt egy balos, illetve jobbos, itt egy balos. Ó, mekkora kocsival van itt valaki, te. Lehet menni saját autóval is bányászni, vagy hogy van ez? Igen, hol van az olvaszt? Itt benn. Gondolom én. Hello. Saját lehet ilyet? Nagyobb kocsi? Ez hogy van? Vagy csak begyűjtötte a dolgokat? Igen, na nézzük. Igen. Eddig csak elvette a ezeket, köveket. És a szénnel mit csinálok, baszki? Rezet kaptunk, gyémántot, aranyat. A szénnel mit csinál? Én nem tudom. Jaj, beszorultam. A szénnel mit csináljak én? Arra még rá kell jönnünk. Meg a másik, arra még rá kell jönnünk, hogy hogy csináljuk itt a lomagokat. Mert hogy? Nem fog már elférni nálunk 4 mosott kő, igaz? Nem ám, de elfér még. Oké. Akkor jó, akkor addig magunknál tartjuk a dolgokat. Mi is megyünk, még olvasztunk tovább, de miért van nála ekkora kocsi? Ez hogy van? Hobbiként művelhető a bányászat? Megint kaptunk 3 koppert, az nem tudom mi. Az a réz. A többit meg nem írja ki. Ja, lehet, hogy eladogatni is a saját járművel kell. Kopper, kopper, mi az a kopper? Ja, réz a kopper. Ja, tényleg hülye vagyok, hát hiszen... Aha, mert melóba kell maradni, ahhoz, hogy lásd a célpontokat talán. Mindegy, a céges kocsival fogunk eladogatni. Viszont akkor berakhatom a csomiba. Nagy bányászat itt. Csak közben csinálnék egy borítóképet. Hadd legyen. Oké. Okay. Hát ha megmarad a... Várjátok, ki kell raknom Discordra, mert nem fog megmaradni. Meg vagyunk. Oké, okay, és akkor mit csinálok? Nyitom a csomagtartót, de zárva van a kocsi. Úgyhogy kizárom az autót. Nyitom a csomagtartót. Megnézzük a... Ugye már nagyon kevés a hely, tehát berakjuk a 15 rezet.
akkor a szén az egyelőre nem tudok vele mit kezdeni. Egy aranyunk van, azok ezért el fogunk gurigázni. Egy gyémántunk, 6 vasunk. Nagyon jó. Akkor most viszont elférne, ezek valamit csinálni kéne még a súlyjal. Lerakjuk a csákányt, várjál. Csákány, hogy csak el ne felejtsem kivenni, és akkor most viszont elfér nálunk 5 mosott kő. És van. Csomagtartó management. Juhu. Így né. Hát vasat meg izét kapunk javarészt. Van ott semmit se kapunk? Na. Lássuk akkor. Mi a helyzet? Kérlek szépen, rezet és vasat kaptunk mindösszesen. Érdekes. Ebből 3-at. Abból 6-ot. És nem kaptunk mást. Megint tudunk 5 darab követ. Még 13. Ez jó. Távokám az erre autóba vajon mennyie lehet? Mennyi időt szánt rá? Annak a terrautónak mekkora lehet a csomia bazd? Honnan van neki olyan? És ehhez hasonló kérdések jutnak. Megint a réz. Ott egy arany, hopp! Ott egy gyémánt, hopp! Ez jó kör volt. Megint a vas. Na. Körbe kell járni, a város mindent eladjunk, de remélem kurvára megéri. Ciao. Mondja, hogy egy ilyen, 3 olyan, itt vannak ezek, tehát 9-10, nézd, azért már akad, ja várja, hát az meg megint becsuktam a kurva csomagtartót. Na és akkor kell még nekünk 3 kört futnunk ezek szerint. De akkor már... Ezek szerint nem nagyon vannak meglepetések. Vas, réz, arany ez is. Vagy arany és gyémánt. Ezeket tudjuk kinyerni a dolgokból. A részből csináljuk a legtöbbet. Hopp, hopp, még egy gyémánt. Nagyon szép. Nagyon szép eredmény. Hát itt valami nem, valószínűleg egy 4-es éve, 5-ös éve kell berohangálni, ez kurva jó egyébként, tehát...
most van 6 darab rezünk. Én egy gyémántunk, abban van 3. 9 vas. Végébb abban már 24. Na, de most akkor kell 5. Még maradt 3 mosott kövünk. Hát most ha kimosunk mindent, azt az egy ajándékkövet is, lehet abból lett a gyémánt, érted? De még mindig nem tudjuk, hogy mi van a szénnel, baszki. Hát ha más nem, ezt berakjuk a Skoda csomagtartójába, ezt majd egyszer kiderül. Hopp, egy arany. Megköszön. Most azt a két követ, azt nem kell... Jaj! Mi? Azt kell megnézni, hogy a végtermék mennyi helyet foglal, hogy nem fér el mind a zsebembe, hogy le tudjuk... Hát nem tudom, hogy mi a... Hogy az eladást is még szolgálatba kell vajon művelni? Miért kéne? Hát azért, mert csak akkor látom a blippeket, hogyha szolgálatban vagyok, igaz? Hát csináljuk a céges sepers. 12. Na nézd. Sok. 1. 6. De mondtam, hogy nem pakolom ki, de mégis kipakoltam. Ugye a csomagtartóba összesen úgy néz ki, hogy egy olyan 50 kilón marad. Úgyhogy a csákány is benn van. Jaj, a 32. Hú, baszik, ilyen nehéz ez a kurva csákány. 32 kiló, nem tudnám egy zsebben elvinni a végterméket sem. Ez azt jelenti, hogy vagy átpakolnám a saját kocsimba és úgy adogatnám el, vagy akkor mégiscsak körbejárjuk a várost a céges kocsival. Ne az enyémből fogjon a benzin, nem? Még egy borítóképet lehet, hogy csinál, mert túl messziről csináltam szerintem. Na, és akkor még mit kaptam? Még egy kis vasat, rezet. Oké. Na, akkor még egy borítóképre hadd legyek vendégem. Utána eladogatjuk. Jobban szeretem ilyenkor csinálni, mint utána a rögzített videóból kivenni, mert... Mondjuk így né. Kellően jó. Várjál, rosszat nyomtam. Így. Kidobjuk ezt is a izébe, csevegőbe, jó? Na, akkor azért most vegyük magunkhoz, amit lehet. Amennyit csak elbír. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van nálam a rezeket, megpróbáljuk. 39, azzal kezdjük. Elfért. Csak vasat? Biztos, hogy nem tudom. 21 kiló összesen nála meg... Na jó, kezdjük így, hogy akkor réz. Aztán a vas. Na de hol van? Azt mondja, hogy ez a... A pont az az. Na, figyelünk. Akkor húzdi, nézzük meg, mit adnak a rézért. 750 volt a csákány, ne felejtsük el. Hú, itt mit lehet eladni? Na nehogy már bazd meg, beszopassuk magunkat itt. Ja, az ott az öltöző. Egyszerű.
bolond lennék a saját autóval eladni, most jövök rá. Mennyivel gazdaságosabb a céges benzinből, nem? Na, mindjárt ott vagyunk. Ide hoztuk valahova. Nem néztük, bazzag, mennyi pénzünk volt. Na mindegy, a végén... Hú, várjál? Szerintem olyan 180 dollár volt nálunk, szerintem. Hát így egyesével adogatja el. Hát figyelj, szerintem már most megvagyunk. 371, és ez csak a réz. A csákány már biztos visszakerest. Hát figyelj, nincsen. Nincsen kukatúrás, ahogy elnézem. Hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni. Most kiveszük a vasat. Azzal folytatom. Jaj, ne! Ha nincs elég helyem. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ezek néhány darab. Egy drón, bazd. Ez bazd meg, ez a nagyon jó rohangálás itt. Menjünk el a vaseladóba. Abba baj nem lehet. Azt mondja, hogy a... És ki is találtuk. Hát ez kurva jó. Nagyon jó a slap tour. Ott van valami utánfutó ható, ezért ott valami állítmányozós meló lehet, de gondolom kell hozzá saját kamion vagy valami, nem? Na de, hölgyeim és uraim, megyünk tovább vasat eladni. Meg a kurva életbe, de mire lehet ez jó? Hú, ennek kéne utá. Jaj! Azt a kurva mekkora lag. Az finom! Álljatok meg, közben nem is vagyok az OBS-be, azt sem tudom, megy-e a felvétel. De megy. Na, mi az a piros ház? Mi az a piros ház? Ez egy... Ez egy miért ilyen a jele?
Ó, mindjárt ott vagyunk a vasaladónál is. Az a, hogy lehet bemenni? Lent van. Erre kell menni? Erre megyünk, mert... Adogassunk el vasat. 380 volt nagyjából a zsebünk a vasaladás előtt. Többit meglátjuk. Hát több mint egy órája csináljuk lassan ezt a melót mindennel együtt, hogy garázs, munkafelvétel, stb. Kis izé, kis szipi-szopi a csákánnyal. Egy órája. Nem igazán tötymörögtünk szerintem. Aztán szóljatok, ha máshogy látjátok, hogy lehet ezt jobban is csinálni. Írjátok meg. Azt mondja, hogy 4 vasunk van még. 3 arany. 3 gyémánt. Meg 3 szén. Kitömtük magunkat, nem maradjon a csomiba semmi. A csomagtartó üres. Akkor a vasat még eladjuk. Oké, és lett nekünk 600 dollárunk. Na jó, megérte a csákány. Én úgy gondolom megérte. És akkor megyünk tovább. Ez itt a gyémánt fixen. Az ékszerbolt, nem azt, hanem az ékszerbolt mellett a gyémántot. Azzal folytatjuk. Erre ki tudok menni? Tudja, hogy így kell eladni, mert CP és nem NPC. Tehát, ha nem vagyok munkába, akkor nem látom ezeket az eladóhelyeket. Hogy szerintem egyelőre jól csináljuk. Azt nem tudom, mi van a szénnel. Túloldalról kell, mint ha rabolnék. Szerintem itt benn van az. Nem az utcafronton. Mi az a piros kör? Hát nem ért olyan kurva sokat ez a gyémánt. Hát ez nem tudom, mit lehet itt kell rablást indítani. Minden esetre... Ja igen, bocsánat, egy lövés kell adni a kezdéshez. Ez azért viszont, ez nem olyan, hát hogy mondjam. Értem én már, hogy a GM, hogy mi akar a GMR fejleszteni. Ez egy kicsit old school-ak már. Arany lead. Rész vas. Szénről nincs tudomásunk, a szenet meg fogjuk tartani, amíg egyszer ki nem derül, hogy mire jó. Ha
gyerekeim! Kerestünk vele, de azért annyit nem ér ez a meló így, mint amennyi időt elvisz. Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a réz és a vas normál esetben másra is jó, és ezért éri meg bányászni. Be kell menni. Valahol itt kell leadni az aranyat. Halló? De hol? Te? Hát itt? $773 lett. Hát szerintem nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem kb. Ezért kerest. 3-3-50-et. Itt csak várjam, itt meg csak izélni tudok. Van itt izé, bank, fiók, mint olyan. Ja. Igen. Befizetés. Marad nálunk majdnem egy 100 euró. A bankkártya. Hát nem mondom, hogy a legmegérősebb meló ez így kis kocsival. Gyerekek. Mit gondoltok? Írjátok meg, ahogy szokás azt mondani. Szerintem futárkodni jobb meló. Megtöltöd a kocsit. Ezt a pénzt, ezt kevesebb idő alatt megkeresed, mint amit én most kerestem. Jó, van egy csákány, abban már többet nem kell fektetni. Tehát igazából a következő körben, ha menne az ember, akkor mondjuk ezt erre $700-ra lehet számolni, de hát ne vicceljünk már. Jobban megy ez a bányászautó, mint a Skoda. Átöltözünk. A legközelebb már szerintem ezt a kamionost, ezt megnézzük, hogy mi. Ugye nincs még terautós jogsink, de hát mipa megcsináljuk. Most már ezt nem kell csinálni. Hát nem itt kellett volna bejönni. Ez a lehívás. Hol adom le? Halló? Átöltözhetünk. Ő? Halló? Uraim, szerettem volna civil ruhára. Most ezt nem mondott komolyan, hogy beleragadok ebbe a faszomba. Szarom. Akkor... De várjál, mert munkába vagyok, bazdmeg. Nem akarja levenni a ruhát. Igen,
Most nem vagyok, azt hiszem. De most munkám. Nem lép ki szolgálatból, nem? Aha. Nem értem? Leszarom. Hát nem tudom. Erre írta azt a bot, hogy nem fogom tudni levenni, és csak lakásban tudok átöltözni. Mi az, hogy biztos, hogy ide raktam? Igen, ide raktam, bazd meg, add vissza. Ne szórakozz velem. Megnézzük, van-e admin? Na megnézzük. Megvárjuk, hogy reagálnak-e az adminok. Hát csak van már délután 2-kor admin a szerveren. Aha, csak rossz a izé. Akkor viszont... Bocsánatot kérek. Rossz volt a TP, láttátok? Na jó van. Szerintem ez ennyi volt. Visszamegyünk még a főpublikba, ha addig nem történik semmi, akkor ezt így letudom ezt a videót. Nem is megyünk a főpublikig. Nem is kellett volna kivennem innen a kocsit. Na mindegy, hova menjünk? Menjünk valahova, ami közel van a... Hát mégiscsak a főpublik, mert az közel van a munkaügyihez, és aztán majd kitaláljuk, hogy mi legyen. Inkább az a kérdés, miért nem kaptam vissza a ruhámat, de majd újra átolvasom a... Egy csúnyán világít ez a Skoda. Kicsit sajnálom, hogy a ruhát nem kaptam vissza. Hát ez a nehéz gyors hajtani, na. Az már egyszer igaz. Ezzel bizony nehéz.
Nem 1,90-et, ne vicceljél. Százat. De akkor már Gerejt kinyomja magából. Hát mondom még egyszer, hogy szerintem egy update nagyon rá fog férni itt a dolgokra. Ez azért elég a retro feeling ez a meló. Ennél már vannak jobbak szerintem. Mindenesetre most mi itt leparkolunk és akkor senki nem vegzált minket ebbe a városba, úgyhogy is volnánk. Hogy a bányászról van rajtunk, az nagy kár, de majd veszünk valamit el. Szevasztok, köszi szépen, ha megnéztétek. Mindenkinek kellemes minden jó mindenséget. Twittert ezt megnézzük. Mit csinálhatnak ők vajon? Mindenesetre ezt többször kirakta, mert érezte, hogy ez nagyon jó. Meg unti járművet hol lehet eladni, vagy duztatni? Jó reggelt. Hát... azért nincsenek nagy mozgások. Meg nagyon szép kép. Ezért szó sincs. Egész jó. Egyéb, van ilyen marketplace, az volt. Böngésző, DMR. Az ilyen server info, ahogy elnézem. Munkák, havágó. Ezt csináltuk most. Ez csak kurva sokat mondott el, na mindegy. Jegyzet, fényképezőgép, piac. De a aha. Egy kocsi. Meg egy izé, és nincs is. Ja, ez biztos azért, mert ez onnantól gyűjti, hogy én online lettem, tehát korábbi hirdetéseket nem tudok megnézni ezek szerint. Na jó, tényleg vége van. Szevasztopol.